Roma integrációs program újabb 400 millió forintos anyagi segítséget kap Porcsalma. Fejlesztések a megyében energetikai korszerűsítésen esett át a Zsurkióvoda, Záhonyban pedig csapadékvízelvezető rendszert fejlesztettek. Vigyázzunk értékeinkre, a strandolók és a fesztiválozók a tolvajok kiemelt célpontjai nyáron. Közel 22 milliárd forintból valósít meg roma integrációs programokat a magyar kormány az ország több pontján. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az országos projektből kétszer 200 millió forintból Porcsalma is gazdálkodhat majd. A támogatásból érzékenyítő programokat, sport és kulturális rendezvényeket szerveznek, és elkészül 123 egyéni fejlesztési program is. A támogatás második ütemében csillagpontot, vagyis szolgáltatóházat, és 5 bérlakást építenek majd a településen. Országszerte komoly feladat a roma integráció. A társadalomba való beilleszkedés, valamint a társadalom elfogadó képességének növelése érdekében már számos programot indított a kormány. Ezek célja a rászorultak élethelyzetének javításán túl az integráció fejlesztése és felgyorsítása. Ez országos szinten mintegy 21,8 milliárd forintból valósul meg az a része, amely arra hivatott, hogy a szociális dolgozói részt, a szociális dolgozói tudást mögé rakjuk. Tehát magyarul legyen minden településen, aki ebben érintett, egy olyan ember, aki segít az ott dolgozónak egészségügyi, szociális helyzetben, foglalkoztatási helyzetben kitörni abból az élethelyzetben, ami ő van. 2016-tól kezdődött meg a tervezése, 2018-ban kezdődött a megvalósítása, és 2020-ig fognak tartani ezek a programok. Porcsalma lakosságának több mint 30%-a roma. Az iskolába járó gyerekek 67%-a, az óvodásoknak pedig a 77%-a halmozottan hátrányos helyzetűnek számít. A KSH adatai alapján a Szabolcsi térségben itt a leggyengébbek a mutatószámok, ezért is fontos a település integrációjának fejlesztése. Ez egy óriási lehetőség, ezen pályázat keretében 5 szociális szakember fog foglalkozni a Lehel közben élőkkel. Egyéni fejlesztési tervet fognak készíteni 123 fő esetében. Munkaerőpiaci szolgáltatást fogunk nyújtani, és egyéb rendezvények, közösségi rendezvények lesznek. Ezeket a sport és egészségnapokat nem csak a romáknak szervezik majd, hanem a teljes lakosságnak. A pályázathoz kötelezően hozzátartozik a második rész, egy FOP-os, szintén 200 millió forintos pályázat is. A szolgáltatóház kerül felépítésre a szegregátumban, illetve 5 vagy 6 szociális bérlakást is fogunk építeni, amelyben a pályázat 3 éve során kiválasztásra kerülő családok fognak beköltözni. Ezzel is fogjuk javítani a lakhatási körülményeket. Porcsalmán jelenleg 10 új Széchenyi terves program fut, amelyeknek célja a kultúra népszerűsítése, az agrárvidék felvirágoztatása és a helyi közösségek erősítése. Ez összesen 780 millió forintos támogatás, amelyből kétszer 200 millió forint jut a roma integrációs program a periféria elhagyásáért Porcsalma településen című projektre. Az országban több helyen folyik már ilyen, sajnos arra is van példa választókedve, mert például Ópályból ezt elkezdték, és a lakosság aláírás gyűjtése, illetve ellenmozdulata válsághoz született, a polgármesternek le kellett mondani, és időközi választást kellett generálni. Erre mondtam az előbb, hogy nagyon éles az a mesdje, nagyon kicsi az a mesdje, szinte a kés élén kell táncolni, hogy a többségi társadalom befogadása és a kisebbségi társadalom beilleszkedésének normáit megtaláljuk, ezért kell az a szoft elem, amikor közösséget építünk, és minél többször találkozunk, minél jobban megismerjük a másikat, annál nagyobb toleranciával tudunk nyitni és viseltetni a másik iránt. A porcsalmai projekt keretein belül gyár és üzemlátogatásokat is szerveznek, hogy megmutassák a közfoglalkoztatottaknak és a munkanélkülieknek, milyen lehetőségeik vannak jól fizető munkával a jobb életkörülmények megteremtésére. Zsurkon óvodafelújítást, Záhonyban pedig utcai csapadékvízelvezető rendszert adott át Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós Források Koordinációjáért felelős államtitkára, valamint Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője. A két beruházás összértéke mintegy 70 millió forint volt, amelyet a TOPOS program keretében Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszíroztak.
Napelem és napkollektor is került a tetőre az Áhonyi Hét Színvirág óvoda és bölcsőde Zsurki tagóvodájában. A beruházás részeként kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték az épületet, valamint a fűtési rendszert is korszerűsítették. Az átadón Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a település életében jelentős fejlesztésről van szó. Egy 750 lelkes település életében nagyon fontos az óvoda felújítás, hiszen az óvoda a közösség egyik alkotó eleme. A választókerületben nagyon sok apróbb fejlesztés valósul meg. A mai nap államtitkár úrral több toppos fejlesztést is át fogunk adni két városban és két faluban, és fontos az, hogy jelenlétével üzen is, hogy a modern falu program és a toppos fejlesztések azt a célt tűzik ki, hogy egy élhető magyar vidéket, egy élhető magyar falut hozzunk létre. Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós Források Koordinációjáért felelős államtitkára hozzátette, Zsurk a beruházással a saját jövőjébe is fektetett. Zsurkon egy felújított óvodát adtunk most át. Ez a zsurki embereknek az élni akarását mutatja, hiszen aki óvodát épít vagy óvodát újít föl, az bízik a jövőben. Ez mutatja a közösségnek az erejét, és mutatja a közösségnek a tenni akarását. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy Európai Uniós és hazai forrásokból támogatni tudtuk ezt a beruházást 43 millió forinttal. Zsurk polgármestere azt mondta, a beruházás két projektből állt, és az épület energetikai korszerűsítése mellett a konyhát is felújították. Az óvoda épületében teljes körűen, tehát a konyhán is és a magán az épületen is mindenütt megtörtént a nyílászárócsere. A konyha belső szerkezete teljesen megújult, új klímaberendezéssel, hűtés-fűtés korszerűsítéssel ott is, és valamint az edények, az összes villamosság, tehát minden felújításra került. A csoportszobákban ugye a radiátorcsere is megvalósult, valamint a burkolatot is sikerült még az önkormányzatnak egy kis erőből hozzátennie. Zsurk után Záhonyba látogatott a delegáció, ahol szintén topos forrásból oldották meg három utca vízelvezetését. A topos pályázat keretében nyertünk 29 millió forintot az Arany János út és a Dózsa György csapadékvízelvezetésének fejlesztésére. Itt nagyon nagy gond volt esős időszakokban a csapadékvízelvezetés, mert nem volt még megoldva, és a lakosok nem nagyon tudtak bejutni a házaikba egy-egy felhőszakadás alkalmával. Ezzel megoldódott ez a probléma. Hátra van még az aszfaltozása az útnak, ezt a pályázat nem fedezi, ezt vagy önerőből, vagy egyéb forrásból megpróbáljuk még az idén megvalósítani. Az átadáson az államtitkár elmondta, a Záhonyi járásban még számos beruházás van folyamatban. A Záhonyi járásban, ha az összes operatív programot vesszük, akkor 4 milliárd forint feletti fejlesztési projekt valósul meg. Ezek tartalmaznak infrastruktúrális fejlesztéseket, energiahatékonysági fejlesztéseket, de tartalmaznak a magyar gazdaságot versenyképesebbé tevő támogatásokat piaci szereplők számára is, tartalmaznak vidékfejlesztési támogatásokat, és tartalmaznak a humántőkét megerősítő, a magyar embereknek a készségeit, képességeit fejlesztő támogatásokat is egyaránt. Sanda Tamás hozzátette, a 2014-től 2020-ig tartó időszakban összesen mintegy 300 milliárd forintnyi forrás érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A strandolók és a fesztiválozók a tolvajok kiemelt célpontjai, figyelmeztet a rendőrség. Éppen ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy a gondtalan kikapcsolódás érdekében tegyünk meg mindent értékeink védelme érdekében. Vagyon tárgyainkat soha ne hagyjuk őrizetlenül, illetve csak a nélkülözhetetlen dolgokkal induljunk el szórakozni. Táskák a füvön, törölközők kellettek a strandkellékek. Nem ez a legjobb módja értéktárgyaink megőrzésének. A strandolók továbbra is a tolvajok kedvelt célpontjai, a megelőzés érdekében ezért érdemes néhány dolgot szem előtt tartani a fürdőzés során. A strandokon, a szabad vizek melletti fürdőzés esetében nem tudunk úgy elmenni, hogy ne vigyünk magunkkal különböző értéktárgyakat, hiszen ma már mobiltelefon nélkül szinte senki nem indul el otthonról, de emellett más egyéb értékeket is vihetünk magunkkal. Fürdőzésünk mellett kikapcsolódás, miközben jól érezzük magunkat, erről se feledkezzünk meg. Ezeket mindig helyezzük biztonságba, lehetőség szerint mindig maradjon valaki a parton, aki ezeket felügyeli, vagy kérjünk meg ismerősöket, akik a közelben tartózkodnak, hogy a saját dolgainkra is
figyeljenek oda, nehogy véletlenül valaki rossz szándékkal közelítsen ezekhez a tárgyakhoz, és aztán jelentős anyagi kárt okozzon számunkra. Nyáron nem csak a strandok, hanem a fesztiválok is a tolvajok kedvelt területei közé tartoznak. A különböző rendezvények résztvevői is könnyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak. Nagyon fontos, hogy tényleg csak azt vigyük magunkkal, ami ott nélkülözhetetlen. Na de hát nincs fesztivál selfie nélkül, tehát a nagyértékű mobiltelefonok, az iPad-ek, a különböző tabletek, laptopok, ezek mind-mind jelentős értéket képviselnek, vagyontárgyainkat mindig úgy helyezzük el, hogy azok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, nyilván a belső zsebbe, vagy olyan testközeli helyen, táskában, ahol azért észreveszünk, ha esetleg oda illetéktelen személy próbálna nyúlni. A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy kizárólag annyi készpénzt vigyünk magunkkal a fesztiválokra, amennyi feltétlenül szükséges. Táskánkban az okmányokat, a pénztárcát, a mobiltelefont célszerű egymástól elkülönítve a belső zsebbe vagy a táska belső rekeszeibe rakni, valamint az iratokat lehetőleg ne a pénztárcában, a bankkártyát pedig soha ne a hozzátartozó PIN-kóddal együtt tároljuk. Császár Bajszú Tamarin született a Nyíregyházi állatparkban. A csöpség óriási ütemben növekszik, már szívesen mozog önállóan az ágak között, de olykor még felkérezkedik valamelyik családtagja hátára, akik felváltva cipelik az apróságot. Az éles szemű látogatók már felfedezik a Nyíregyházi állatpark Viktória házának külső kifutójában a nemrég született kis Császár Bajszú Tamarint. A bajuszos majmocska már ismerkedik a külvilággal, az anyjától egyre távolabb merészkedik. A felnőtt állatok is csupán 300 grammot nyomnak, és mindössze 25 cm hosszúak. Eredetileg Peru, Brazília és Bolívia erdőségeiben csoportokban élnek, és főként a magasabb fákon mozognak. A császárbajszú tamarinok az úgynevezett karmos majmok közé tartoznak. Elnevezésük arra utal, hogy a hátsó láb nagy ujját kivéve az összes ujjukon karmok nőnek köröm helyett. Apró termetük miatt az ágakat nem tudják ujjukkal átfogni, így éles karmaikkal kapaszkodnak a fák törzsén, valamint a fakérgét karmaikkal megsértve jutnak hozzá a növényi nedvekhez. A Nyíregyházi állatparkban az apróság világra jöttével 8 fős lett a császárbajszú tamarin csapat. A látogatók már mind a külső, mind a belső kifutóban meg tudják tekinteni a legifjabb császárbajszú tamarin bébit. Hatalmas ütemben növekszik az apróság, s bár előszeretettel szokott önállóan mozgolódni, olykor még felkérezkedik valamelyik családtagja hátára, akik felváltva szokták cipelni az apróságot, hiszen a nagysága már szinte hasonló a felnőtt állatokhoz képest. A felnőtt tamarinok mindkét ivarat tekintélyes méretű bajusszal rendelkezik, és a hasonlóság miatt második Vilmos császárról kapták a nevüket. A faj felfedezésekor 1907-ben még csak elejtett példányokat ismertek. A hosszú lelógó bajuszt a preparátorok felfelé kunkorították, mivel azt feltételezték, hogy a bajusz vég felfelé áll, csak úgy, mint a német császári. A tévedésre néhány év múlva jöttek csak rá, amikor élő példányokat is láttak, az állatokon azonban rajta ragadt a császárbajszú tamarin név. A karmosmajon féléket, így a császárbajszú tamarinokat is régebben tévesen a sárgaláz és a malária terjesztőinek tartották és kíméletlenül írtották, valamint nagy számba fogták be őket kutatási célokra. Napjainkban élőhelyeik pusztulása veszélyezteti leginkább őket. Két nyírbátori asztali teniszező is ott lesz a vasárnap kezdődő kolozsvári korosztályos Európa-bajnokságon. Tölgyes Dorottya a serdülők között, Molnár Dávid pedig az ifjúságiak mezőnyében képviseli a magyar színeket a kontinens viadalon. A nyírbátori nevelésű Magyaros Bence ősztől a világ legerősebb bajnokságának számító német Bundesligában üti a labdát, de a kisvárosban vannak követői a jelenleg első számú magyar férfi asztali teniszezőnek. A vasárnap kezdődő kolozsvári Európa bajnokságon ketten képviselik majd a nyírbátori vasa színeit. Molnár Dávid és Tölgyes Dorottya közel egy hónapos edzőtáborozás követően tért haza az elutazás előtti utolsó napokra. Nagyon kemény felkészülésen vagyunk túl, 3,5 hét volt összességében, egy hét, tehát edzettünk Győrben, aztán egy hetet edzettünk szlovák válogatottal, és kettő pedig a statisztikában. A hazai ranglista első, az európai ranglistán 24. Tölgyes Dorottya nála idősebbek ellen áll majd asztalhoz Kolozsváron. Csapatban azért elég nehéz sorsolásunk van, ott azért elég szép lenne, hogyha kijutnánk a főtáblára. Egyéniben hát a sorsolástól függ számomra, de ott szeretnék benne lenni a 16-ba.
vegyes párosban ott sok esélyt látok arra, hogy 8-ba vagy 4-be benne legyünk. Párosban meg ott is ilyen 16 körül tippelem, hogy az elég jó eredmény lenne számunkra. A nyírbátoriak klubmenedzsere szerint nem nyomja majd teher Kolozsvárnak két nyírbátori tehetséget. Helytállás és tapasztalatszerzés a cél ebbe az évbe. Jó úton van mind a kettő játékosunk, mert Dorottya a legjobb magyar így is, hogy még van egy éve a serdülőmezőnybe. Szép európai eredményeket is tudhat már maga mögött. A Molnár Dávid pedig ebbe az évbe kezdett olyan ütembe fejlődni, ami mindenképpen feljogosít bennünket arra a reményre, hogy már ebbe az évbe is tud hozni egy jó átlagos teljesítményt, a következő évre pedig nagy valószínűséggel már markásabban fog megjelenni az Európa-bajnokságon, ami akkor majd Alicantéba lesz. A vasárnap kezdődő Európa-bajnokságon a serdülő lányok az oroszokkal, a csehekkel és a bolgárokkal vannak egy csoportban. Az ifjúsági fiúk az oroszok és a csehek mellett a németekkel játszanak majd a csoportmeccsek során. A két nyírbátori fiatal egyesben, párosban és fegyes párosban is asztalhoz áll a kontinens viadalon. Edzőként tért vissza a nyíregyházi kosárlabda sportba Lekli József. A korábbi center a legutóbbi szezonban a Vasasnál dolgozott, valamint ő a szeptemberi Európa-bajnokságra készülő U18-as 3x3-as fiú válogatott egyik edzője is. Lekli munkájára az utánpótlás mellett a nyíregyháza Blue Sharks felnőtt csapatánál is számítanak a klubvezetői. Lekli József 2,5 évvel ezelőtt távozott Nyíregyházáról Szombathelyre, ahol sérülés miatt befejezte pályafutását. Az előző két szezonban a Vasas Akadémia csapatánál dolgozott a 30 éves szakember, aki néhány héttel ezelőtt még a fővárosiak szakmai stábjának tagjaként járt a Continental Arénában. A jövőben azonban már a nyíregyházi kosárlabdáért dolgozik a korábbi center, akinek döntésében személyes és szakmai okok egyaránt közre játszottak. A váltás mellett azt szólt, hogy az év első felében a feleségem talált egy nagyon jó munkalehetőséget itt Nyíregyházán, és úgy döntöttünk, hogy haza költözünk Nyíregyházára, illetve Ernővel is már korábban is beszéltem, és mondták, hogy szívesen várnának haza, hogy egy kicsit segítsem a szakmai munkát az utánpótlásba. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség számomra, mivel az elmúlt két évet szerintem az ország egyik legjobb utánpótlás képző bázisában töltöttem, és nagyon sok mindent tanultam az ottani kollégáktól, és szeretném ezt a tudásomat itt kamatoztatni, hogy a nyíregyházi fiataloknak is meglegyenek azok a lehetőségei, amik adottak például a nyugati vagy a pesti fiatalok számára. A Kékcápák szakmai igazgatója Sitko Jánő elmondta, hogy két utánpótlás csapat mellett a felnőtt együttesnél is számítanak Lekli József munkájára. Először is nagyon örülök annak, hogy visszatért hozzánk, mert Józsi Nyíregyházáról indult, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen büszkék lehetünk arra, amit a kosárlabda pályafutása során elért, és szükségünk van olyan emberekre, akik az edzői keretünket frissítik, és úgy gondolom, hogy emelik a színvonalát. A Józsi munkájára az utánpótlásban mindenképpen számítanánk, a U16 és az U18-as csapatnál fog dolgozni, illetve a felnőtt csapatban is fogunk számítani az ő segítségére, az ő munkájára. Bízunk benne, hogy még magasabb színvonalon fogunk tudni majd foglalkozni a játékosokkal. Lekli József már ott lesz a Kékcápák által a fiatalok számára szervezett július végi képzőtáborban. A szakember Szarvas Gábor segítőjeként az U18-as 3x3-as válogatottnál is dolgozik. A nyíregyházi Mokánszki Mátét is soraiban tudó együttes augusztusban a szolnoki Európa-bajnoki selejtező tornán, majd szeptember elején a debreceni Európa-bajnokságon képviseli a magyar színeket. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
Porcsalma lakosságának több mint 30%-a roma. A Roma Integrációs Program a Periféria elhagyásáért Porcsalma településen című pályázat keretein belül fejlesztik a közösségeket, segítik a romák beilleszkedését a társadalomba és befogadóbbá teszik a nem romákat. 123 egyéni fejlesztési programot dolgoznak ki szociális szakemberek, majd a támogatás második ütemében újabb 200 millió forintból szolgáltató központot és bérlakásokat építenek a szociális dolgozóknak. Közel 43 millió forintból újult meg az óboda Zsurkon, a nyilázárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés mellett napelemet és napkollektort is kapott az intézmény. Záhonyban pedig mintegy 30 millió forintból építettek csapadékvízzel vezető rendszert, három mélyen fekvő utcában, amelyek esőzéskor szinte megközelíthetetlenek voltak a lakók számára. Kiemelten vigyázzunk értéktárgyainkra, strandolás és fesztiválozás közben is. Ezek ugyanis a tolvajok kiemelt célpontjai a nyári hónapokban. Az őrizetlenül hagyott táska vagy a törölközővel letakarás nem a legjobb módja az értéktárgyak megőrzésének. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy kizárólag annyi készpénzt tartsunk magunknál, amennyi feltétlenül szükséges, valamint használjuk a táskák belső zsebeit az értékek megóvása érdekében. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 13-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében és viszontlátásra. Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárását döntően egy nyugatról benyúló anticiklon alakítja. Többnyire alacsony nedvességtartalmú, továbbra is meleg levegő áramlik térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka gomoly felhős idő várható, majd estétől gyengén felhős lesz az ég. Egy-egy zápor előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható, zápor néhol előfordulhat, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap, illetve a jövő hét első felében is folytatódik a meleg nyári idő, a sok évi átlagnak megfelelő hőmérséklettel. Általában több órás napsütésre számíthatunk, gomoly és fátyol felhőkkel. Viszonylag kevés helyen alakul ki zápor, eső, zivatar. Néhol időnként megerősödik az északnyugati szél. Zivatarban átmenetileg viharos széllökések is lehetnek.